Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Tripla 10, ez a címe annak a könyvnek, amelyről most beszélgetni fogunk Török Ferenccel, íróval, újságíróval, és Berecki Bélával, a Magyar Tárgyszövetség korábbi alelnökével, a könyv szerkesztőjével. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. És köszönjük a meghívást. Szívesen. Mi nagyon sokat beszélünk ezen a csatornán a dartsról, egyre többet beszélünk róla, de nem a darts, a Magyar Tárgyszövetség első 30 évéről. Hol kezdődött ez a 30 év? Mi volt az első olyan pont, amire azt mondjuk, hogy na, itt most már ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni? Hát, ha megengeded, válaszolok rá. Még az elmúlt évezredben történt ez a bizonyos eset, amikor Magyarországra bekerült úton útfélen egy olyan játékszer, ami szó szerint megbolondította a sportot, a célzós ügyességi sportágakat kedvelő embereket, és nem lehetett megállítani. 30 év eltelt. Azt gondolom, hogy ez a 30 év egy sportszövetség életében, egy sportág életében, ez tulajdonképpen gyerekcipő, de hát most annyira fölgyorsult azért a világ, hogy mi eljutottunk oda, hogy most már megmerjük ünnepelni az elmúlt 30 év történéseit. Feri, te rengeteg sportággal foglalkoztál életed során. A darts az hogy került a célkeresztbe? Hát, mint újságíró kaptam először meghívást egy darts versenyre, és rögtön ez olyan mély lélegzetű dolog volt, hogy elkísérhettem a magyar válogatottat 1993-ban a Las Vegas-i világkupát. Ó, jó kezdés. Igen, hát nem volt rossz, és hát ott akkor elég sok ismertet, tapasztalatot szereztem a sportág légköréről, és hát ugye akkor a szó szerint a profizmusról, mert nálunk akkor még csak gyerekcipőben járt ez a sportág, és aztán benne maradtam a dartsba, később nagyon sok barátot szereztem ott, többek között a Bélával is megismerkedtünk, összebarátkoztunk Völgyi Sándorral, és azóta is folyamatosan benne voltam, és benne vagyok a dartsba, hol kisebb, hol nagyobb léptékkel. 2009-től 2010-ig a szövetség elnöke is voltam, tehát belülről próbáltam egyengetni a sportágat több-kevesebb sikerrel, és aztán szerencsére úgy alakult a dolog, és az a megtiszteltetésért, hogy idén júliusban megkértek, hogy valakinek meg kéne írni ezt a jubileumi kötetet, ami összefoglalja a három évtizedet, és rám gondoltak. Én ezt nagyon megtiszteltetésnek tartottam, és hát elvállaltam örömmel, és hát ez a azt mondom, a 4 hónap termése ez a kötet, ami most itt van előttünk. Ilyenkor mindig az a legfontosabb kérdés, hogy 30 évből mi az, ami kimaradjon, ami már egyszerűen nem fér bele a könyvbe, mert különben 5000 oldalas könyveket is lehetne írni. Tehát mi volt az, ami a legfontosabb, vagy legelőször eszetekbe jut, ami kimaradt, mert már egyszerűen nem tudod bekerülni? Hadd válaszoljak erre most én. Mert olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy a Béláról, Béla a magyar dartsnak a egyik legfontosabb mérföldköve, ikonja. És ő kimaradt? Nem. Jó. Ő volt a szerkesztő, és azért voltam szerencsés, hogy ő a szerkesztő, mert azt mondtam ma délőtt is, hogy egy ismerősnek, hogy amit ő nem tud a dartsról, az nem is létezik. És ő volt a szerkesztő, és ő magyarul tárcán kínálta nekem azokat a történéseket, ami fontos volt az elmúlt 30 évvel, az elmúlt 3 évtizedben. Így aztán nekem csak meg kellett írni, és hát ez itt a bizonyíték, hogy sikerült is. Mi az, amit nem árultál el neki, és ennél fogva kimaradt? Pontosan, igen. Bennem ez fogalmazódott meg korábban is, és most is, ahogy hallgatom a író urat, hogy hálás és hálátlan feladat is egyben, hiszen sok ezren, szó szerint sok ezren voltak olyanok ebben a 30 évben, akiket hát nem mondom, hogy illett volna, de meg lehetett volna említeni. Hálátlan, mert ugye sokan kimaradnak belőle, és nagyon hálás feladat, mert sok olyan esemény volt, nem sok, rengeteg, amit ha beleszerkeztünk, beleíródnak a nevek, a történések, az események, a versenyek, az mind-mind érdekessé teszi azok számára is a könyv olvasását, akik benne voltak ebben a történetekben, és azok számára is nagyon reméljük, hogy hasznos lesz, akik csak érintőlegesen akár a tévéképernyőjén a világeseményeket figyelemmel kísérve, de a magyar vonatkozásokat is
szeretnék megnézni, azok nagyon remélem, hogy megtalálják benne mindazokat a gondolatokat, amelyeket az író azt gondolom, hogy nagyon jól összefoglalt. 320 oldalon, 156 képpel, nagyon sok verseny és nagyon sok esemény szerepel benne. Azt gondolom, hogy akik benne voltak, azok néhányszor könnyes szemmel fogják majd a lapokat olvasni, és remélem, hogy mindazok, akik esetleg csak tudnak ezekről az eseményekről, azok is örömmel forgatják majd. Hadd egészítsem ki Bélát, amit mondott, hogy ebben a 30 évben kb. 150 olyan versenyről esik szó, ami fontos volt a magyar dárc életében, és 60 olyan miniportré van benne azokról a versenyzőkről, akik meghatározó alakjai voltak, vagy meghatározó alakjai ennek a sportágnak itthon. Az lett volna logikus, hogy azt kérdezem tőled, hogy mondjál egy olyan történetet, amit a Béla elmesélt, amit te aztán leírtál, de hogy még neked is meglepetés volt. De nem ezt fogom kérdezni, hanem azt szeretném tudni, hogy mi volt az a történet, ami a tiéd is volt, mert mondjuk akkor történt, amikor elnöke voltál a dárcnak, vagy amikor nagyon mélyen benne voltál, és amit egyszer csak felidéztetek, és azt mondtátok, hogy tényleg, hiszen már majdnem elfelejtettem, de milyen klassz volt. Hát azt mondom, hogy hát ilyen nagyon sok lenne, nehéz ezek közül választani, de hát ide sorolom az első Lászlógászi utat, amikor hát tulajdonképpen teljesen a sportág teljesen ismeretlen írójaként vettem részt egy ilyen versenyen, de azután is akár hány versenyen ott voltam, mindig ért egy-egy olyan élmény, ami meghatározó volt. Hát egyet hadd mondjak ezek közül, hogy a barátom Völgyi Sándor 2008-ban halt meg, és az ő volt a patronálója akkor Bezzeg Nándornak, aki 2008-ban a PDC világbajnokságon indult. A Völgyi Sándor akkor már beteg volt, és a kórházban feküdt, és a kórházi szobájában nem volt sport egy a csatorna a tévén, és kitalálta, hogy úgy szeretné hallani a világbajnoki közvetítés, hogy lássa a tanítványát, hogy én otthon leszek, bekapcsolom a tévét, a tévé elé leteszem a telefonomat, őt fölhívom, és ő telefonon hallgatja, hogy mit közvetítenek Bezzeg Nándor világbajnoki szerepléséről. Most ezt ugye fölelevenítettük a Nándival is, meg Bélával is, hát nem titkolom, hogy könyvbe lábadt a szemem. Ja, az a jó ezekben, hogy amikor az ember egy történetre visszaemlékszik, akkor nagyjából az elágazik még 100 irányba, és még 100 történet előugrik azonnal, és akkor el kell indulni valamilyen úton. Azért ez borzasztó nagy és nehéz feladat. Van az, hogy leülök és leírom, és akkor ágrajzot készítek, és elkezdem kihúzikálni, hogy mit nem és mit igen, vagy hogy csináljátok? Szerencsére nagyon jól dokumentált az utolsó 30 év, az már a Világszövetség archívumában is egy komoly adatbázis. A Magyar Dárc Szövetségnél ugyanezek az adatbázisok, nem árulok el nagy titkok, néhány helyen hiányosak voltak, nagyon érdekes és hasznos kutatómunkát igényelt, hogy minden olyan esemény, amit mások is, és természetesen mi is fontosnak érezünk, az bekerülhessen ebbe a azt mondom, hogy vékony könyvben, mert a 320 oldalra ennyi képanyaggal elég kevés olyan információ van, ami másképp fogalmazok, legalább háromszor ennyit lehetett volna erről a 30 évről írni, ahhoz, hogy mindenki, aki kis túlzással, de megérdemelné, hogy legalább névvel egy-egy történettel bekerülhessen. Sajnos erre most csak ennyi futotta, de azt gondolom, hogy jó munkát végzett a író úr. Megint csak egy mondattal kiegészíteni, hogy amikor munkához láttunk, akkor ugye kialakítottuk a könyvnek a szerkezetét, és akkor azt mondta Béla is, meg hát ott a szövetségben még két nagyon fontos ember, a szövetség elnöke Balázs Gábor, illetve a főtitkár Mihály András, hogy nem az a kérdés, hogy mi kerül be a könyvbe, hanem az, hogy mi marad ki. Hát ez az.
Mindig így van, és az szokott lenni ezután, hogy ami kimarad, az benne lesz majd egy második könyvben, úgyhogy remélem, hogy hamarosan találkozunk a folytatással. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és ne felejtsék el, hogy feltétlenül nézzék év végén is a PDC Darts VB-t. Viszontlátásra!